Művésznőnek mindig jó kedve van? Hát olyan értelemben igen, hogy egy derűs természet vagyok, egy gyerekkorom óta, igen. Annak ellenére, hogy egy nagyon durcás gyerek voltam, kislánykoromban nagyon durcás voltam, és az anyukám sokszor megszidott érte, és próbáltak terelni. Aztán egyszer csak megváltozott, amikor mindig szerettem társaságban lenni, tehát az iskolában meg, és akkor valahogy úgy kialakult, hogy ilyen a természetem. De azért én nagyon sokat, hogy mondjam, szóval könnyen sírok. Mert nagyon érzékeny vagyok a bajokra, meg az örömökre is sírok. Örömbe is tudtad, örömtörést tud? Ajajaj, nagyon is, hát nagyon. Hát. De mondjon egy példát, egy filmen? Hát filmen is sírok, persze. De ha meglátok például egy szülést a televízióban, akkor potyognak a könnyeim, mert annyira gyönyörű, hogy megőrülök. De mindig ilyen volt, hogy az idő előre mindig, alattával válik nem, az ember ez mindig ilyen volt, és gondolom az öregség ezt nagyban nyomja is tovább, hogy ilyen vagyok. Hogy egyszerűen meghatódok. Aj, nagyon-nagyon meg tudok hatódni. Mondom, az előbb meséltem el, hogy a múltkor bejöttek az előadásra, beüzentek, hogy egy 10 éves kisfiúnak én vagyok a kedvence, és azt kérte születésnapjára, hogy jöjjönek el a színházba, és szeretne velem egy képet. És mikor előadás végén kimentem, és ott állt ez a piros posgás cukorfalat, ez a gyerek, és rajongás, hát összeszorult a torkom, most is el tudnám sírni. Hát elöntötte a könny a szemét egy picit. Mert most. annyira gyönyörű dolog ez, és olyan boldogsággal tölt el, és ugyanúgy reagálok rá, mint a bánatom van. Hát igen. Ez. Ilyenek vagyunk mi emberek. Robi, te könnyen meghatott? Igen, viszonylag könnyen. Ahhoz képest, hogy fiú vagyok, ahhoz képest meg főleg. Csak biztos nem sírja el magát, mert a férfiak általában, de hát az belül lehet ugyanolyan szorongó. Hát igen, elcsuklik az ember hangja olyankor. Ugye? Mint tudsz meghatódni? Hát akár egy filmen is. Tehát nem is tudom. Hú, most írtam, nem tudok semmit mondani, ami tehát a filmek azok, amik nagyon meg tudnak hatni. Koncertélmény? Tehát mondjuk egy olyan, ami a művésznőnél volt, hogy a rajongás vagy a tiszteletnek egy olyan jelével találkozol, akkor ugye el tudja futni a könny a szemed? Akkor inkább zavarba szoktam jönni. Igen? Igen, attól én zavarba jövök. Én alapvetően én depresszívabb természetű vagyok, a fiatal koromban is végig feketébe jártam, és nekem a depresszió az mindig is egy ilyen súlyos sorscsapás volt az életemben. Az idő előre haladtával, amikor ezt felismeri az ember, az javul, tudja kezelni, vagy sajnos azért ez nőttön nő? Javul. Az ember kitalál magának saját kis elmetrükköket arra, hogy hogyan tudja ezeket a depresszív hangokat háttérbe szorítani. Hogy lehet az háttérbe szorítani? Hát esetleg mondjuk van egy hang a fejemben, amelyik mondjuk csúnyákat mond rám, akkor én mondok magamra még csúnyábbakat, és akkor elhallgat. Mondasz egy példát? Hogy mit hát ezt erről inkább nem. Erről nem szeretnél? Nem. De arra rátesz az ember saját magának egy lapáttal, az mitől tudja elmulasztani? Hát ő ezt én csinálom. Nem pedig a hang. Uh-huh. És ez a mai napig jelen van? Persze, ez kicsikoromtól kezdve hangok vannak a fejemben. Azt te emlékszel arra a pillanatra, amikor úgy magadba tudatosult az, hogy te lehet, hogy egy picit másabb vagy, mint egy átlag ember? Hát nagyon későn voltam, 30 éves voltam, amire ráébredtem arra, hogy nem mindenkinek szólnak hangok a fejében, a legtöbb embernek csak a saját hangja szól. Egész gyerekkorodtól ez tetten érhető volt, hogy valaki ott beszél? Valakik, sokan. Sokan? Milyen érdekes. Nagyon, nagyon. És ezek megfogható hangok, tehát személyiségek a te fejedben, vagy egész egyszerűen csak egy megfoghatatlan? Személyiségek, megismerem a hanghordozásukat. Például emlékszem az egyikre, amikor megjelent, és akkor mondtam neki, hogy hoppá, te ritkán szoktál megjelenni, utoljára 2 éve voltál itt. És ennek van valami magyarázata? Szerinted? Tehát gondolom beszéltél erről már. Hát az Isten semmit nem teremtett ok vagy cél nélkül, úgyhogy biztos, hogy ennek is van valami célja az életben, de ezt még nem tudom megmondani, micsoda. De gondolom szeretnéd tudni. Persze. Neked az Isten, a hit az nagyon fontos, ugye? Igen, én hívő ember vagyok, én hiszek Istenben. Ez a kezdetektől így van, vagy egy élményhez? Kezdetektől így van, egész kicsikoromtól kezdve, minden nap imádkozok. És azt elmondod nekünk, hogy mit szoktál kérni a jó Istentől? Hát általában egészséget leginkább, mert az a legfontosabb, hogy jól sikerüljön egy-egy koncert,
ez a rádiós beszélgetés, hogy jól sikerüljön, ilyesmiket. És általában segít? Igen, igen. Művésznő szintén vallásos, ugye? Igen, hát nem olyan mértékben, mint ahogy ezt szokták mondani, hogy nagyon vallásos, de én is egészséget kérek, és a családomra nyugalmat mindig, azt hozzáteszem, és én például minden színpadra lépés előtt keresztet vetek. Igen? Igen. Ez megmaradt főiskolás koromban, kezdtem el, automatikusan jött, és emlékszem, hogy például, mikor fiatal színésznő voltam, és láttam, hogy a Feleki Kamil megcsókolja a függönyt. És akkor először arra gondoltam, hogy dilis, és aztán rájöttem, hogy én is az vagyok, mert én meg ezt csinálom. Tehát ő ugyanazt csinálja, bolondok vagyunk. Libabőrös lettem, mert a Kamilkát is nagyon szerettem. Rújt, ezt meg tudod nekem fogalmazni, hogy neked milyes fajta örömet okozott, és okoz a zene? Igen, ezt könnyen meg tudom fogalmazni. Teljesen kikapcsol engem, elfeledkezek a napi gondjaimról, elhallgathatja a hangokat, illetve a legtöbbet, de van, amikor éneklés közben is csatában vagyok velük. Szóval koncerten akkor, is akkor olyan, mint hogy egyszerre két helyen lennék. Igen. De azért alapvetően annyira oda kell figyelnem a gitározásra, meg az éneklésre, hogy ott nincs helye más hangnak. Mennyit foglalkozol zenével egy nap? Hát változó. Van, amikor leadási határidő van, akkor éjjel-nappal magamra zárom az ajtót, és én két hónapon keresztül minden nap gyakorlatilag a gitárommal alszom, és olyan is előfordult már, hogy hetekig nem nyúltam hozzá a gitárhoz. Az mitől van? Nem tudom, vannak ilyen alkotói periódusaim szerintem, amikor megírom a számokat. Régebben folyamatosan alkotó ember voltam, de valahogy ez mostanra megváltozott, tehát egy kicsit elkényelmesedtem. Ez lustaság is kicsit? Lehet, aha. A lustaság az egyik fő bűn, az, amelyik jellemző rám, igen. Hát meg azt mondtad, vagy azt írod a könyvedben, az önéletrajzi könyvedben, hogy a kevésség, tehát a gőg, amiben neked igen, küzdened igen, kell. Igen, hát a rátartiság, a kivagyiság az is jellemző volt rám nagyon sokáig. Most már talán kimerem jelenteni azt, hogy kevésbé, mivel mióta felismertem, azóta egy kicsit enyhült ez a dolog, de még mindig van bennem egy olyan, hogy ugyan nekem nem mondja már meg senki, hogy mi van. De ez miben nyilvánult meg régen, amikor igazán azt mondtad magadra, hogy rátarti vagy, akkor milyen voltál? Hát nagyképű, és olyan, aki mindenkinek osztotta az észt, ha kérdezték, ha nem. Mindenkinek megtalálta a negatív pontjait, és ezt szóvá is tette. Ahelyett, hogy a pozitívakat találta volna meg. Csak hát akkor egy kamasz gyereknek az olyan, hogy a negatív dolgot könnyebb kipécézni egy emberben, mint a jót. De ez valami védekező mechanizmus volt, szerinted? Hát nem hiszem. Ez inkább egy ilyen támadó mechanizmus volt. De arra gondolok, hogy te védekeztél. Tán így, hogy egy picit modortalanabbá, vagy rátartóvá váltál. Szívesen kimenteném magamat, de nem. Nem? Nem, ez egyszerűen csak egy ilyen kevésség volt. Melyik volt az a pont, amikor rádöbbentél, hogy ez nem jó út? Hát ez folyamatosan történt, amíg feldolgoztam a saját személyiségemet, hogy milyen tulajdonságaim vannak, milyen határaim vannak, és amikor így megtaláltam a határaimat, akkor láttam én magamat kívülről. Tehát ez olyan ritka, bocsánat, hogy közbevágok, mert ez annyira ritka, hogy valaki önmagáról belát egy ilyen dolgot. Általában mi szoktuk azt mondani, hogy ez a nagyképű, mit akar itt ez a... Hát ez olyan nagy dolog, hogyha valaki önmagáról nem... Abszolút. Hát ez... Nagyfokú önismeretet, hát, és bölcsességet igényel. Hát, volt olyan, amit mondjuk a művésznő az idő előre haladtával vett észre saját magán, és az negatív tulajdonság volt? Hát hogyne, igen, amikor szültem például, amikor a gyerekem megszületett, akkor nagyon sok mindenről megváltozott a véleményem, és hát ezt a rosszul fejezem ki magam. Rájöttem, hogy bizonyos dolgoknak nem volt jelentősége, aminek én csináltam. De minek adott akkora jelentőséget? Hogy mondja? Minek adott Isten igazából nagy jelentőséget, és később a minden apróságnak. Hát semmi olyasminek, amik nem ügyek. És aztán az évek folyamán mostanára már mindenkinek, a fiataloknak azt próbálom mondani, hogy ne csinálj belől, ez nem. Magyarázd meg magadnak, hogy ez nem ügy, ezen ne sértődj meg. Nagy baj az, amikor halálos betegség van, az nagy baj. A művésznőt ez érte, ugye? Engem ért, igen. És én furcsa módon akkor nem foglalkoztam vele, mert valahogy
nem gondoltam arra, hogy én meghalhatok. Tudtam, hogy én nekem meg kell gyógyulni. Ez nagyon jó, hogyha érzi az ember. De ezt honnan tudja az ember? Ezt nem tudom. Ezt nem tudom meg. És akkor is imádkoztam a Józsiért. Mert ő, tudtam, hogy ő nagy beteg. Székely Józsefről beszélünk, igen, aki jó barátja volt. De én tudtam, hogy én majd túl leszek, de akkor már 15 kilót lefogytam, már alig álltam a lábamon, már egy roncs voltam. És hát a körülöttem élők nem gondolták. Most többet foglalkozom a halállal, mint akkor. De miért? Hát ki tudja. Mert ugye tudnom kell azt, hogy miután egyedül élek, hát hogy azért mi lesz velem, hogy leszek, rám találnak, nem találnak, szóval teszek lépéseket, hogy... De művésznő azért, amikor egy orvos kimondja azt a három betűs szót, hogy rák, azért az ember csak megy. Az borzalmas. Hát az borzasztó megrendült, de már is mentem az utamon. Szóval ezt nem tudom megmagyarázni, mert kérték, hogy mondjam el, hogy ebből nagyon sokan tudnak okulni. Ehhez kell egy alaptermészet is, mint az enyém volt. Hogy a legnagyobb fájdalomba például, nem tudom ezt megmagyarázni, mert azt fogják hinni, hogy nem vagyok egészen komplett, hogy amikor érzem azt, hogy borzalmas, és ugyanakkor dúdolok magamban. Azon kapom magam, hogy dúdolok. De ezt csak később veszem észre, hogy azzal én elterelem a... És közben járnak a gondolataim, de már lépek előre, megyek előre valahogy. Hát szóval megtanultam a magyarok istenit, maradjunk ennyiben. De volt sok olyan időszak, mikor nagyon fájt? Nem volt fájdalom. Fájdalom nem volt? Nem, leépülés volt, szóval elgyöngültem úgy, hogy nem tudtam menni például. Ez mennyi ideig tartott? 8 hónap volt ez a nagyon kemény időszak? Igen, 8 hónap. Egyszer se volt, mikor úgy az embernek nagyon rossz gondolatai vannak? De hát olyan rossz gondolatai, hogy miért velem történik ez, miért én vagyok, és hogy van az, hogy én... De hát például magam egyedül jártam föl a nem a Kemóra, mert oda a keresztlányom vitt el a Kemóra, de a sugárra, a 28 sugárra egyedül mentem hajnalba. Csak annyit kértem, hogy 6 órára hadd menjek, amikor még nincsenek ott az emberek, mert a népszerűség, amit máskor szeretek, hogy köszönnek az emberek, vagy megismernek, az most borzasztó volt. Szóval azt, hogy elkerüljem azt, mert hát ott aztán mindenki kicsi gyerektől kell, borzalmakat. Már az maga a borzalom. És akkor reggel 6-ra mentem föl, magam vezettem, magam bonyolítottam az életemet, és csak akartam, hogy én ezt tudjam csinálni. Úgyhogy ez is vele járója, mert egyszerűen egyedül élek. Az baj? Hát a gyerekem Olaszországban van, 2-szer itthon volt a betegségem alatt, de hát nem tudja föladni az állását, ugye nem tudja otthagyni. Az unokám már szanaszét vannak a világban. És a keresztlányom, aki velem volt végig a betegségben, de hát igazából egyedül vagyok. Na jó, nem akarom sajnáltatni magam, mert... De azért az fájlalja, ugye? Ugye a nyilatkozatokba így elmélyedve azért úgy néha egyedül érzi magát. Ha nem is magányosnak, de egyedül. Nem mondhatnám. Nem? Nem. Azt én nagyon szeretem Szóval, hogy mondjam, megtalálom az örömöt mindenben. Hány éve él egyedül? Most már 40, ugye? Hogy egyedül? Igen. Hát körülbelül. Hajja, igen, akkor elváltam. Másodszor, ugye? Másodszor, igen. És akkor úgy maradt. Tehát aztán még a gyerekem valameddig. De aztán elment a lány. Elment férhez, Olaszországba. Anyukámat elvesztettem. Na, akkor maradtam igazán egyedül. Ez önön múlott? Ön volt utána már nagyon igényes, vagy válogatós a férfiakkal, vagy egész egyszerűen már bezárkózott? Hát az az igazság, hogy az én tapasztalatom az, hogy amikor én 40 évesen úgy maradtam egyedül, akkor a hozzám való férfiak a lányomat akarták volna. Szóval nem a lányom mondja. Korosztályát, aha, dehogy nem. Hát egy 50 éves férfi az egy 20 éves nőt akar, mert aha, ez a menő. Tehát nem is találkoztam. A másik dolog, ami nekem gondolom jellemző az én életemre, hogy a férfiak nem szeretik a két lábon álló nőket, nem igazán. Már a gyakorlatiasakat? Uh-huh. Hát az, hogy aki maga is meg tudja oldani az életét, hát mit akar egy férfitől, aki arra van, hogy
segítsen, hogy ott legyen, hogy nem találkoztam, én nem találkoztam olyan, lehet, hogy az én hibám is. Egyik nyilatkozatában azt mondja, hogy azért titokban a lelkemén reménykedett reméltem, benne, hogy a baráti társaság Pásztor Erzsinek azért pattint egy olyan daliás férfit. Reméltem, mert mindig azt mondták, hogy hogy lehet az, mikor meghívtam vacsorára a barátaimat, és jókat ettünk, nagyokat rögtünk, és azt mondták, hogy hogy lehet, vagy pláne megnéztek egy előadásomat, és utána beültünk valahova, és beszélgettünk. És akkor mindig azt mondtam, hát a ti dolgotok lenne az, hogy nekem valakit, hát ez azért nem jó meg, ezért, tehát a legtöbb azért nem volt jó, amiért elváltam alkoholból kifolyólag, ugye? Mert az iszik, az ilyen... Az jó, mind a két férfi? Nem, az első férjem nem, az egy kicsit linkóci volt. Jó, linkóci volt? Ő linkóci volt, de egy édes pali volt tulajdonképpen. Az meddig tartott? Az rövidebb volt, ugye? Az 6 hónapig volt házasság, osztálytársak voltunk a főiskolán, és ő kiesett, és aztán hát egy kicsit célhámoskodott, és akkor ő vele vége lett. De emiatt, tehát a linksége miatt. Igen, igen. És a második az nagy szerelem volt, az majdnem 30 évig tartott, nem? Hát az 21 évig 21. volt, és ugye a gyerekem apja is, és az kimondottan az alkohol végzett, igen. Ön gondolom mindent megpróbált. Nem, én próbáltam meg bejuttatni az elvonótól kezdve mindenfélére, nem segített semmi, beültették neki. Borzasztó. Az borzasztó időszak volt az életemben, az borzasztó volt. Mert akkor lefogytam, strúmával operáltak, sok minden, borzasztó, az borzasztó időszak volt, csak akkor rendeződött az életem, amikor egyedül maradtam. Tehát hagyjuk beszélni, most már én sokat beszélek. Robi, te vágytál, vagy vágysz a családra? Amikor 14 éves voltam, akkor azt mondtam az anyukámnak, hogy nekem soha nem lesz feleségem, se gyerekem, és ő így megmosolyogott engem. Most, hogy 43 éves vagyok, most már nem mosolyog, most már elhiszi, hogy így lesz. Ez így lesz? Hát nagyon valószínűsége, hogy így lesz, de én még mindig nem adtam fel, de hát az először egy megfelelő partnert kell találni, ami igencsak nehéz. De sok könyvedből legalábbis az derül ki, hogy azért jó pár párkapcsolatod volt. Én nagyon próbáltam, igen, mindig próbáltam, nagy híve voltam a szerelemnek, de most már ennyi idő után lehet, hogy arra kell rájönnöm, hogy nem is voltam soha szerelmes, csak egyszerűen az a vágyakozó, sóvárgós, civakodós dolog, azt hívják szerelemnek, akkor köszönöm szépen, abból nem kérek. Jó, hogy a szerelemben voltál egy kicsit szerelmes. Igen, valószínűleg ez így találó. Ezen is múlt szerinted, hogy ezek gajra mentek, ezek a kapcsolatok? Minden kapcsolatomban, bár különböző személyiségű lányok voltak, mindig ugyanazt a drámát játszottam el. Nagyon féltékeny voltam mindig is, és ez megmérte, tönkretette a kapcsolataimat, mint hogy minden kapcsolatot tönkretesz a féltékenység, a zöld szörnyeteg. De hogyha, ez nagy baj. Az nagy baj, de hogyha az ember ezt tudja magáról, és az szerintem általában önbizalom hiányból nem fakad. Tudja levetkőzni. Nem tudja levetkőzni? Nem. Ugye nem. Hiába tudom, hiába jöttem rá. Igen. Hiába jöttem rá, és azóta már nagyon óvatos vagyok, úgyhogy nem is nagyon bonyolulok bele senkibe, semmibe. De a féltékenységed már, mint ami benned van, az sokszor kapott visszaigazolást? Tehát joggal voltál? Nem, egyáltalán hát nem. Akkor... Hát sajnos ilyen, ez egy átkozott dolog. Igen, igen, ez pontosan. Ez bele kúszik, az nem tud uralkodni magán, az ott van, és az is egy természet. Azt hiszem, hogy ezt nem lehet levetkőzni. Hát nem igazán, én is ettől tompítani tartok. Talán, de... Tompítani lehet, hogy én lehetővé tenni. Igen, de egy házasságban azért az borzasztó. Az igen, a kétkedés, az megrontja. Uh-huh. Azt nem lehet. De valami mindig megrontja, mert hát körülöttem is mindenki szétmegy. Olyan... Robi, te is elengedted? Mármint a házasságot, hogy... a családot? Kicsit hát, olyan lemondónak tűnsz e tárgyba. Igen, igen, nagyjából elengedtem ezt a dolgot, de nyitott vagyok, tehát... Így van, soha nem lehet tudni. Uh-huh. Ez az, amit nem lehet erőltetni. Mert nekem magamról tudom, hogy azt mondták, hogy miért nem. Azt mondtam, mert ennek jönni kell. Vagy jön, vagy nem uh-huh. jön. És hát azt meg kiszámíthatatlan, ő se tudhatja előre, hogy ki lesz az, akibe egyszer csak talál valakit. És hányszor volt szerelmes a művésznő, amire azt mondja, hogy na, az szerelem volt. Hát, szóval házasság előtt is voltam szerelmes, igen. De hát igazából nem tudom már. Volt szerelmem, de olyan férfi nem volt a válásom óta,
nem volt a közelemben olyan, akire azt mondtam volna, hogy ez úgy kéne nekem. Mert mindig, ahogy nyúlt a pohárért, én már ott se voltam. Akkora, és látja, milyen az élet. Én lettem az ország alkoholista. Már Janka néni szerepe miatt, igen. Örökké én vagyok a arca, a vendége. Miközben ön abstinens, ugye? De, majdnem. Nagyon ritkán. Hát megiszom egy pezsgőt például karácsonykor, ebéd után, vagy mit tudom én, amikor nem vagyok teljesen, de 30 éves koromig például semmit se ittam. Egyáltalán szezes italt nem ittam. És akkor hát emiatt váltam el. Úgyhogy nekem az ital az volt a... Azt mondtam, hogy ha én egyedül maradok, akkor nekem lesz egy bárszekrényem, ahol mindig lesz ital, és ha valaki jön hozzám, akkor megkérdezem édeset, erőset, mert én nekem egy üveget vettem a férjem mellett, és átvittem a szomszédba, hogyha valaki jön hozzám, visszahozzam, hogy meg tudjam kínálni. Hát ez borzalmas volt. Mert hiába dugtam a mosógépbe, a izébe, ide-oda-oda, az alkoholizmusnál szörnyűbb dolog nincs. Tehetséges embereket, hát most is látom, ugye a pályámon azért nagyon sokszor találkozom azzal, hogy az alkohol mit tud csinálni az emberekből. Robita, azt nagyon bánod, neked volt 10 éved, ami a drogok kábulatában telt. A mai eszeddel, te ezt nagyon bánod, azt a 10 évet? Tehát azt egy elpocsékolt 10 évnek gondolod? A nagy részét igen. Ez egy jó tanulópénz volt nekem, örök életre szóló tanulópénz volt ez a 10 éves álmokfutás, de hogyha esetleg le tudtam volna az egészet 4 évbe, akkor nyertem volna még 6 évet. Szóval így, igen, igen, bánom, igen. Miről maradtál le szerinted? Hát gyakorlatilag az életem legszebb 10 évéről maradtam le, hogy 25-től 35-ig. Egyszer oda ment hozzád egy fiú, egy koncert után, és azt mondta, hogy te megcsaltad a generációdat azzal, hogy drogos voltál, és a hiperkarma többször is felbomlott. Igen. Azért igen. Ez kemény mondat. Hát igen, ez szíven ütött, és rosszul esett, és valószínűleg épp ezért van benne igazság. Felelősségérzeted van ilyen értelemben? Hát egyre több, mondjuk így. De annak idején, amikor csak ment a hajó, és vitt minket a széllel, akkor nem éreztem semmilyen felelősségérzetet. De most már, hogy látom, hogy a koncertjeinken ott vannak 16-tól 50 évesig, most már egy kicsit kezdem felfogni azt, hogy jól tud esni az, mikor valaki odajön, és azt mondja, hogy sokat adott neki a zeném, és nehéz időszakokon segítette keresztül. Most már ezt be tudom építeni magamba, ezt a boldogságot. És most már örülni is tudsz neki, vagy igen. Tudod értékén kezelni. Aha, igen. Ez korábban nem volt így. Nem figyeltem ezekre a dolgokra. Nem is voltál elégedett közben? Nem tudtad értékelni azt, hogy azért a magyar undergroundnak egy egyenes személyisége vagy? Mindig a következő lépésen járt az agyam, úgyhogy nem igazán tudtam ezt értékelni. Ez érdekes. Mindegy, a lényeg, hogy megtalálta. Hát szóval az egy nagy ajándék, mert hát igen. Ez borzasztó nagy örömöt ad. Nem? Igen, de. Hát megtelik minden vele, és nincs hozzáfogható. Ha szeretik az embert. Hát az egy olyan dolog, hogy én szégyellem, de amikor az autó megyek például, és egy másik autóból meglátnak, és Péttel észrevesz, és kiinteget nekem, hát melegem lesz. Valamint jó érzés. Igen, mert fiatalkoromban ez volt a szerelem, hogy akkor elöntött egy forróság. Most meg, hát az, hogy egy kisfiúnak én vagyok egy ilyen öreg asszony, de... Meg az biztos tudja, hogy Janka néniként úgynevezett mém hát az persze. Interneten. Gyakorlatilag mindent önnen illusztrálnak, hát ami majd... Igen, szoktam is mondani, hogy nem bánom, csak a politikát nem szeretem, hogy belekeverik, de általában nem szokták, hanem azért tartják magukat, és az jól szórakoznak rajta. Hát egy színésznek mi lehet ennél nagyobb? Miután Magyarországon olyan gázsik vannak, hogy ezt most nem szeretném részletezni, mert ezt ember nem hinné el. Hát akkor mi lehet visszajelzés ennél nagyobb, mint az, hogy az ember szeretetet kap emberektől a közértben, vagy az utcán, vagy bárhol? De ha jól értem, ön művészként sokszor érzett méltatlan helyzetet önnel kapcsolatban? Jaj, én nekem nagyon-nagyon nehéz fiatalkorom volt. Csak arról nem szoktam beszélni. De mondjon mert... egy élethelyzetet. Hát amire... az, hogy évekig voltam a házi asszony és a férjemnek is csodálatos
kajákat csináltam, mert hát elég jól főzök, és a férjem büszkén hozta a kollégákat haza, hogy jó, finomat főz a feleség. Én ugyanolyan színésznő voltam, mint ő, csak ő futott a színház Pécset például. És akkor én háziasszony voltam, mert egy évben egy olyan szerepet játszottam, amit méltatlannak találtam, amit csak mindig készen létben álltam, és úgy éreztem, hogy nekem készen kell lenni, mert előbb-utóbb úgy is fogok. És akkor nem fordulhat el, legtöbben ott vesztik el a mércét, hogy akkor kezdenek inni, vagy más bódítókat használni. És akkor egyszer csak jön a lehetőség. És az már egy, az már nem ugyanaz. Mert tudtam, hogy én nekem előbb-utóbb... Honnan tudtam ő? Nem tudom, hát én, mert akartam. Hát akartam, és én hittem azt, hogy én egy jó színésznő vagyok. És, az, és előbb-utóbb, de hány évig volt ez? Rettenetes. Hány évig? Sokáig, nagyon sokáig. Emlékszik arra, amikor egyszerébe magának? Nem, mert én minden évben kaptam egy olyan feladatot, amitől elájultak, és azt mondták, hát ez nem lehet, ez nem ugyanaz a nő. Hát ez... És aztán megint eltelt egy év, és nem csináltam semmit. De miért nem? Miért? Mert ilyen volt a sorsom. Jöttek Budapestre, közben ugyanakkor nyaranta, mert ugye ez Pécset történt mondjuk, vagy vidéken, ahol voltam. Nyaranta, hazajöttem, tévéjátékokat csináltam, hívtak, dolgoztam tévében, nem kicsiket, nagyot, nagy szerepeket. Visszamentem, és akkor megint nem kap, akkor megint eljátszottam egy szerepet. Főleg öreg anyókat, fiatalon, ugye? Fiatalon, hát például a Síkferi Isten nyugosztaljon remek rendező volt, és nagy, nagyszerű dolgokat játszottam nála, a fizikusokat, Matild von Zand, a pupos doktornő, és voltam 30 éves, és mondtam, miért én nekem kell mindig ezeket a rohadtakat csinálni, mikor... És akkor azt mondta, Erzsike, mert jó vagy... De akkor én ezt nem vettem dicséretnek, ez nekem nem volt dicséret. És akkor megcsináltam azt a Matild von, még most is. Ez megint olyan, amin saját magamtól meghatódok, hogy akkor a sikerem volt benne, és én tudom, hogy mennyit dolgoztam, megdöglöttem benne. Olyan nehéz volt nekem az. És az olyan nagyon jó szerepem lett aztán. És mindig így járt. De aztán megint eltelt, nem tudom mennyi idő. Akkor megint jött egy íjés darab. Akkor megint akkor eljátszottam a Gertrudist a Bánkbánba. És akkor csupa a drámákat. Akkor mentem az igazgatóhoz, és mondtam, hát ne haragudjon, de én úgy gondolom, hogy nekem van egy végjátéki vénám is. Hogyha azt mondta, így csinált nekem. Na, ezt meg kéne próbálni. Ez azt hittem, hogy agyon szúrom. Isten nyugtassa Nógrádi Robert, mindenki meghalt már. Megmondom, mi volt a másik baj az életemben, hogy soha nem vettem részt semmilyen buliban. Nem bírtam, utáltam azt, hogy banketra menni, hogy ott, és ez vele járója a szakmának. Ezt mondanám a fiataloknak, de hát ezeknek nem kell mondani, mert ezeknek akkora arcuk van, hogy négy ilyen színésznőnek, mint én, elég lenne egyiküknek az arca. Akkora izéjük van, öntudatuk, önbizalmuk a középszerűeknek is. De miért nem vett részt annak idején a társaság? Mert nem életbe? Szerettem, mert szégyeltem magam, mert utáltam azt, hogy ott a fehér asztalnál, igen, ott zajlott az élet. Tehát, jól értem, nem lett jóba rendezőkkel, színházigazgatókkal, nem lett a tagja, és ezért maradt. És amikor elváltam, akkor meg végképp nem mentem, mert azt mondtam, mit csinálok, ott áldig állok egyik lábamról a másikra, és oda megyek egy párhoz, hogy hadd üljek le, vagy mit, hogyan visel, borzasztó volt. Egy hülye voltam, na. De ilyen volt a természet. Ma már máshogy csinálna. Nem járok sehova. Nem jár sehova? Nem, én nem. Azt képzeltem volna, hogy a művésző nagy társaság életet. Nem, a nagy társaságot hozzám jönnek. Nem nagy társaság, csak a barátaim. De sose voltam egyedül. És akkor jönnek, én ebédet főzök, azelőtt vacsorát főztem, most már jobban szeretnek délbe jönni. És akkor egy jót eszünk, és egy nagyot dumálunk, kibeszélünk mindenkit. Igen? Hát mi, ami mindenki, ahogy el...
itt az előbb elmutogattam Aulába. Valakit, igen, utánoztam. Ugyanígy előadom, kit láttam a csípős tévében. Nyelvvel, gondol? Csípős nyelvvel, igen, jókat röhögünk, kifigurázzuk azt, akit ki kell figurázni, és jól érezzük magunkat. Úgy röskelem, hogy szóhoz se hagyom. De mindig így vagyok, mert hogyha riporterrel vagyok, őt se hagyom szóhoz jutni. Mert... Szeretjük, hogy ilyen. Robi, neked sok barátod van? Nem igazán. Nem. Azt hiszem, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány barátom van. Az mi múlik, hogy neked barátod-e valaki vagy sem? Nagyon sok múlik az időn. Az idő által próbált barátságokon. Tehát akit mit tudom én, 3 hónapja ismerek, vagy fél éve ismerek, az is lehet nagyon-nagyon közeli barátom, viszont akit 20 éve ismerek, az már valahogy jobban beágyazódott a lelkembe, vagy nem tudom elmondani, tehát bizonyította azt, hogy barátok vagyunk, de nagyon közeli barátaim vannak például olyanok, akiket fél éve ismerek, vagy 3-4 hónapja. És az mi múlik, hogy valakit te közel engedsz magadhoz? Nem tudom, valahogy stimmelnek kell a kémiának, szimpatikusnak kell lennie, szimpatikusnak kell lennünk egymásnak, egy kicsit beszélgetünk, hogy legyen meg benne az emberek felé egy alázat, egy ilyen irgalom, vagy nem tudom ezt hogy elmondani, ez nekem nagyon fontos, hogy egy emberség legyen benne. Pite, tehát Mentyesi Ferenc, a zenekar menedzsere. Ő ilyen volt, hogy a középiskolába ismerkedtetek meg. Hát igen. Mondjuk el, lehet, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja. Ma beszélgetünk egy szombati napon, pár nappal ezelőtt vesztette el az együttesetek a menedzserét, Mentyesi Ferencet, Pitét, így ismerte mindenki a szakmában, aki neked azért az első számú barátod volt. A legjobb barátom volt, ilyen nem lesz több. Nem lesz több? Ilyen nem. Nem, majdnem 30 éve ismerem, úgyhogy... Hát ez nagyon nehéz, de ő nagyon emberséges ember volt, nagyon sokan szeretik, nem azt mondom, hogy szerették, mert még nagyon fáj a múlt idő. Még nem tudsz róla múlt időbe beszélni. De nem igazán. Ti olyanok voltatok, így a könyvedből kiindulva, hogy azért néha távol kerültetek egymástól, de azért úgy mindig összehozott titeket a szél, nem? Igen, így kellett lennie, mindig ez történt, pontosan, ahogy mondod, hogy valamikor összekaptunk, akkor nem beszéltünk évekig, aztán utána megint felbukkant, de egy padban ültünk a gimnáziumban végig, és nagyon sok közös élményünk volt, és ő is ilyen emberséges ember volt, és lesz is hétfőn egy megemlékezés a tiszteletére, és szerintem biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan lesznek ott. Most ugye azon a szombaton beszélünk, egy héttel pontosan az adásba kerülés előtt. Készültök egy nagy koncertre. Igen, február 7-én lesz az arénában a 20 éves jubileumi koncertünk, ott ünnepeljük meg azt, hogy 20 éven keresztül ezt így kibírtuk, megcsináltuk. Azért lehet, hogy nagyon közhelyes, de nem hatásodásznak szánom ezt a kérdést. Más lesz ez a koncert, mint hogyha nem történik ez a tragédia hétfőn. Erre hát... hogy lehet így készülni? Nem tudom, ez teljesen váratlanul ért mindenkit, és erre nem lehetett felkészülni, de ő is azt akarná, hogy folytassuk a koncertetést, és csináljuk meg jól azt az arénás koncertet, és így is lesz. Érte is játszatok egy kicsit. Igen. Ugorva egy nagyot az időben, beszéltünk itt a családról is, hogy te akarsz-e családot, lemondtál-e róla. Ugye jól gondolom én azt, hogy a te családképed, vagy a család mintád, az nem feltétlen optimista, vagy jó, mármint a gyerekkorodból. Tekintünk vissza, gyerekkorodában. Hát őszintén szóval, bár anyukám nem ezt mondja, de sokat veszekedtek, és emiatt az öcsémmel azért szenvedtünk is, de azért annyira nem volt szörnyű gyerekkorom, hogy azt mondjam rá, hogy emiatt nem szeretnék családot. Az én családképem nagyon egyszerű, feleség, egy gyerek, és a gyerek az mindenképpen felnő, úgyhogy csak egyetlen dolgot lehet vele tenni, hogy szeretni kell. Te úgy érezted, hogy téged szeretnek? Igen. Viszonylag szerető családban nőttem fel, igen. Ugyanakkor apukáddal nem volt konfliktusmentes a viszonyod? Apukámmal két kezemben nem tudom számolni, hogy hányszor találkoztam az életemben. Az édesapámmal 1 éves koromban elváltak. Engem a nevelőapám nevelt fel, akivel azért elég konfliktusos volt a viszonyom. De édesapámmal is, mikor utoljára találkoztam, akkor is veszekedtünk sajnos. És nagyon hát nagyon fáj a hiánya, hogy telik az idő, egyre inkább látom azt, hogy milyen jó lenne, hogyha ott lenne a koncerteken, ott támasztaná a pultot. Ja. El szokott járni? Hát már nem ért 13 éve. De hát akkor még te zenértél? Akkor megnézhetett. Igen, de akkor nem, akkor még drogoztam, és akkoriban nem álltam szóba a családommal és senkivel.
aki a családomhoz köthető volt, és mióta kijöttem az elvonulóról, 2014-ben van az, hogy minden nap felhívom a nagymamámat, anyukámat, minden nap beszélek velük. Azelőtt azért ez nem volt. De 10 évig egyáltalán nem beszéltünk, vagy ha beszéltünk, akkor ilyen véremenő viták voltak, vagy veszekedések. És ma minden nap felhívod őket? Persze, most már igen. Ez de jó. És ez ezért fog találkozni valakivel, mert hogy benne van a vágy, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb lesz családja, mert ez kell, hogy legyen. És kell, hogy higgyen benne. Igen, hiszek. Mert ez lesz a kárpótlás az egész mindenért, amit ő ugye hát saját magát hibáztatja azért, amit elvesztett a szülők, meg hát az ennyi szeretet, ami benne van, az biztos, hogy bevonza ezt előbb-utóbb, és kívánom is, hogy legyen minél előbb. Köszönöm. Igen, mert az kell, ilyen embernek kell a család. Na, milyen szépeket mondasz. Énkor zavarba jössz, mikor így... Nem, de hát ez sugárzik belőle abszolút, a szeretet. Olyan melegszívű, jóindulatú srác, most találkozunk először, és ez egyértelmű. Ez nézze meg. Hát, libabőrös lett persze, a bűvésznél. Persze, mert hát az ember ráérez arra, és az igen, annak be kell jönni, forszírozni nem lehet, mert ez az, amit se erőltetni nem is jó, mert akkor biztos, hogy mellé nyúl, de majd a sors adja, hogy legyen úgy. Igen. Te emlékszel egy fordulópontra, Robi, amikor ott voltál ugye ez kényszergyógykezelés volt, ha jól tudom. Igen, igen, a rendőrök vittek be. Rendőrök vittek be? Igen, mert a mentőautóval nem akarózott beszélni. Hát úgy történt a dolog, hogy ezt már sokszor elmondtam, hogy a mentőket én magam nem tudtam kihívni, viszont tudtam, hogy szükségem van arra, hogy elaltassanak, ezért barátaimmal hívattam ki a mentőket, de a mentő, ahogy kijött, akkor nem akarózott nekem beszállni, és ezért a mentők hívták ki a rendőröket, és így végül is a rendőrök és a mentők így karöltve vittek be. Ez már egy segélykiáltás volt szerintem a részedről. Hát egyértelműen, igen. Arra emlékszel, hogy az első, nem tudom én, 2-3 hétben mi zajlott veled? Az első 2-3 hétre nem emlékszem. Néhány pillanat van meg. Le voltam kötözve, egy katéter volt bennem, és arra emlékszem, hogy azt próbáltam mindig kihúzni, és tiszta véres volt a pizsamám, meg arra emlékszem, hogy pelenkáztak. Hát ilyen pillanatok maradtak meg az első 2-3 hétből. Amikor már nem végig aludtam. Túl van, nem tudom hány évvel, most már 10-valahány évvel a történet után, akkor erre ilyen szégyenérzettel gondol, hogy hova jutott? Nem, egyáltalán nem. Nem, ezt meg kellett járnom ezt az utat, csak mondom, lehetett volna esetleg 10 év helyett mondjuk 4 év. De azt te tudod ma már, hogy miért kerültél ennyire a pokol mélyére? Mi volt az ok? Nem igazán tudom, hogy honnan ered bennem ez az önpusztító hajlam, és hogy ezt miért csináltam, de már gimnazista koromban is ez volt, hogy direkt azért szedtem különböző gyógyszereket, hogy igyak rá, és akkor, amikor gyógyszerekre iszok, akkor neki különleges hatása van, és már akkor elkezdődött az önpusztítás, de fogalmam sincs még egyelőre, hogy mi az oka. Te szeretsz élni? Hát, nem rossz. Nem rossz? Ja, nem rossz, jó dolog, persze. Miért érdemes? Miért jó élni? Szerintem, hogy nem az a lényeg, hogy mi van a halál után, hanem az, hogy mi van az élet után. Én szerintem hiszek abban, mivel hiszek a lélek létezésében, hiszek abban, hogy a gondolataink, az érzéseink, az érzelem, meg az emlékek, azok nem halnak meg a testtel, hanem a túlvilágon is ugyanúgy megvan a maga, túlvilágnak is megvan a maga hierarchiája, és még ott sem tudják azt, hogy kicsoda Isten. Te a nagy bajok, vagy a nagy gyűlölködés, vagy álmokfutás közepette, te gondoltál olyanra, hogy esetleg kiszállsz, tehát hogy eldobod az életet? Nem, ilyesmire sose gondoltam, mert ez fáj, meg tiltja a vallásom is, hogy viccesen fogalmazzak. De csak azt tart vissza? Tehát ez a tilalomfa? Hát igen. A fájdalomtól való félelem az elég nagy visszatartó erőben. Nem nincsen meg az öngyilkos hajlam. Hála Istennek. Ja, én is azt mondom, mert akkor már megtörtént volna. Azt mondod, megtörtént volna? Akkor igen. Hogyha bennem van a hajlam, akkor megtörtént volna. Tehát aki egyszerűen megpróbálja, az általában utána, és nem sikerül neki, azután megpróbálja még egyszer, amíg nem jön neki össze. Ha már a művésznőtől azt kérdeztem, hogy neki mi lehetett az a kulcsmomentum, hogy a nehézségeken is átjutott, hogy
megint megpróbálta. Ő azt mondta, hogy biztos volt benne, hogy majd ez sikerülni fog. Te arra tudnál nekem választ adni, hogy benned mi volt a hajtóerő? Hogy te ezt megúszod, hogy csinálod, és most is itt vagy? Mert azért sokakat fölzabált ez a rock'n'roll. Hát egyrészt volt a zene iránti szeretetem, másrészt pedig az, hogy még most is ugyanazt érzem, hogy valamit még el kell mondanom az embereknek, valamire szükségük van, amit majd tőlem kell megtudniuk. És azon gondolkodsz néha, hogy szerintem ez példátlan egyébként, bár nem néztem utána, hogy a sorstársait hogy jártak el a tárgyban, de harmadszor jöttél vissza, és neked megbocsátott a közönség, meg a zenekar is. Sokaknak egyszer sem bocsátanak meg. Na hát igen, ez is, amit én is meghatódok, hogy tényleg, hogy ennyiszer is megbocsátottak, és újra eljönnek a koncertre. Azok a zenekarok, akikkel mi annak idején együtt indultunk 2000-ben, azok a zenekaroknak a nagy része már felosztott, mert nincsenek új zenekarok vannak, új szerek fújnak, új divat van. Ha a zenehangulata megváltozik, a város falai beleremegnek. Ez van egy ilyen mondás. És itt eléggé megváltozott a zenehangulata az utóbbi években, elment ebbe a poposabb, diszkósabb irányba, és attól függetlenül eljárnak a koncertjeinkre. Hát olyannyira, hogy én azt hiszem tavaly láttalak titeket egy fesztiválon, teltház volt, és nagy siker. Igen, hát a fesztiválokat imádom, az a legtöbbre lemegyek nyaralni is, tehát ott is töltök napokat. Izgulsz még színpadra lépés előtt? Egyre kevésbé. Régebben 2 héttel a koncert előtt izgultam már. Nem tudtam magammal mit kezdeni. Aztán eljutottam odáig, hogy 3 napig nem aludtam a koncert előtt, annyira izgultam. Most már csak a koncert napján izgulok. Egyébként a mai napon is teszek koncertünk Székesfehérváron, és még nem izgulok, de majd körülbelül egy ilyen 1-2 órával a fellépés előtt kezd el liftezni a gyomrom. De az jó érzés, és azt is meg lehet szeretni. Doppingol, gondolom. Igen. A színpad az... Gyógyít? Gyógyít, hát persze. Bemegy, és akkor egyszer csak nincs, reket vagyok, nem tudok beszélni, ma nem tudok, az biztos mondom én. És akkor egyszer csak nem tudom, miért tudok. Nem tudja. Mai napig nem tudja, hogy miért tudja. Nem. Ez adrenalin lehet? A fenet se tudja, de menni kell. És jó menni. És de megmagyarázhatatlan az, hogy az ember bemegy, és már a portán jól érzi magát. Én legalábbis. Kicsit gonosz lesz a kérdés. De most ugye 3 színházban is játszik, ha jól tudom. Már sajnos csak 2-ben. Már csak 2-ben? Igen, mert a Karintiban levették a Nerds bandát, azt a musicalt, amit imádtunk, mert hogy drága. Mert hogy drága. De 2-ben játszik, havi 10-et körülbelül, ugye? Nem, már nem játszom, csak 3-at, 4-et. 3-at, 4-et? Ah, már semmi. Ez már kevesli? Most el kell tudnék kezdeni egy darabot próbálni. És... Mennyit bír a 10-15-öt havonta simán lehet? Nem, 10-et az simán. Nagyon hiányozna, ha nem hívnak. Hát én engem az éltet. Szükséglete szerint él a művésznő ez idő szerint? Anyagi szükséglete szerint mindenre megvan, amit szeretne? Igen, én meg vagyok, mert én, például ez is az én változásom, hogy én csak olyasmire vágyom, amit elérhetek. Szóval nekem nincsenek olyan vágyaim, hogy kastélyt akarok, meg izét, meg aranylozott vécét, meg nem tudom. Mi a luxus az ön életében? Mi számít annak? Mi? Azt mondja, luxus? Igen. Nincs nekem, az én luxusom az, hogy eljön a pedikűrös hozzám házhoz. Én 3 hetente megcsináltatom a hajam, ha játszom, ha nem. De csak, szóval minden olyan, ami hozzátartozik az életemhez, és az nekem jó. Ugye ön egy panellakásban lakik Újpesten. Igen, nem Újpesten, nem Újpesten, Angyalföldön. Angyalföldön, igen, az pár, nagyon közel van egymáshoz. Ahol díszpolgár vagyok, igen. És Újpesten is díszpolgár vagyok, és erre nagyon büszke vagyok, mert a gyerekkoromat Újpesten töltöttem, a most igen. Hogy amikor ezt megtudtam, de megint csak odajukadunk, az emberek fejébe az él, hogy azért egy színész. Egy igen, színésznő. Sőt, nekem mondták is, mert én vezetek a mai napig is, most is kocsival jöttem, de amikor valahova megyek, mondjuk ugye ingyen megyek a Magyar Televízióba természetesen, mert ott nem fizetnek csak a celebeknek, akkor azt mondom, akkor kocsit küldenek, ugye? Hogy legalább a parkolódiat ne nekem kelljen. Igen, és akkor azt mondja a sofőr, Jézusom, a művésznő itt lakik. Mondom, miért maga hol lakik? Azt mondja, én itt a Hajdú utcában, de én egy sofőr vagyok. Mondom, én meg egy nyugdíjas színésznő. Magyarországon így működünk, tudja?
és akkor tovább megyünk, és akkor beszélgetünk. Irigység, hogy féltékenység soha nem volt többen, olyanok volt a irány. Szerencsém, ez volt a szerencsém, hogy egy ajándékba kaptam ezt a természetet. Mert ha én irigylettnék, vagy lettem volna, akkor én nem tudom átvészelni a rossz időszakaimat. Mert hiszen olyan színészek léptek föl az én szerepembe, amit már réges-régen nekem kellett volna játszani. De én soha nem a színésznőre voltam mérges, hanem az igazgatót tudtam volna leszúrni, vagy a rendezőt, aki neki adta a szerepet. Nagy elégtétel volt, amikor 2012-ben Kossuth díjat kapott? Hát az nekem nagyon. Mert egy, nem is tudom, hát már mikor érdemes kaptam, hát az is, hát ez, ugye mi nem úgy kapjuk a díjakat, hogy azt mondja valaki, hogy ezek megérdemlik, hanem az érdemesnél ugye tudtam, hogy azt mondta Székhelyi, akinél vendégszerepeltem, hogy most anyukám már itt az idő, öreg vagy, most már meg neked jár ez. És akkor fölterjesztett, persze kihúztak rögtön. És akkor a Józsi azt mondta, most végigjárok mindenkit egyenként személy szerint. Mert ez így működik, mert mindenki viszi a magáét, és mindenki ajánlja az övét. Úgyhogy ez nagyon... És mikor a Kossuth díjat, akkor nem... Mert fölhívtak, hogy elfogadnám-e, ha kapnék. Hát hogy elfogadnám? Ilyen kérdést, ilyen marhaságot kérdezni, már elakadt a szavam. Az öcsémnek mondtam, írd vissza, hogy igen, igen, elfogadom. Persze, megmondom, nehogy meggondolják magukat. Az igaz, hogy a mai napig megbeszéli ezt Kossuth Lajossal? Oda szól neki a szobornak néha? Minden nap. Minden nap? Minden nap. Lajcsi, ma régen nem beszéltünk. Lajcsizza? Lajcsizom. Hát most már lajcsizhatom, már agyon van pucoválva, már agyon van kirezezve, gyönyörű, nagyon szép, szeretem. És élvezem, én minden nap örülök neki. Robi, téged most úgy elhalmoznak kitüntetésekkel, vagy legalábbis elismerésekkel, nem? 19-ben ugye tétel lettél, ez szerintem egy elég nagy elismerés. Ugye elemezni kellett a dalszöveged, érettségi tétel volt, most szövegíróként is díjaztak. Ezek azért olyan jól eső dolgok, nem? Igen, de azért nem úgy lett tétel, hogy hivatalosan érettségi tétel lett, csak egy kísérleti iskolában lett érettségi tétel. Amikor ezt megtudtad, mi volt az első reakciód? Hát nagyon jól esett, és emlékszem, egy interjú közben tudtam meg, és ott... Fel is olvasták nekem a tételt, és én válaszoltam is rá. És ezt most fel tudod idézni, hogy pontosan mi volt az? Melyik részlet volt? Igen, van a Mitévő és az Amondó című számaink, ami párbeszédbe íródtak meg, és valahogy elemezni kellett a két hangnak a viszonyát, vagy valami ilyesmi. És mi volt a megfejtésed? Mit kellett volna írni a diákoknak, hogyha a szerzőre gondolnak, vagy a szerző véleményre? Fú, most konkrétan meg nem mondom, de azt hiszem, hogy jót válaszoltam rá. Jót válaszoltam? Biztosítást kaptam volna. Neked van egyébként így az életre vonatkoztatva most a következő, nem tudom, 10-20 évre vonatkoztatva, hogy mit szeretnél még elérni, mit szeretnél csinálni, mikor lennél te boldog? Nem tudom, az öngyújtomra most rá van írva, hogy live, love, love, hogy élj, neves és szeres. Igen. Hát kb. Ennyit. Kb. Ennyit? Igen. Igen. És gyakorlod? Igen, igen. Igen, hát nem a tükör előtt, de így próbálkozok vele, hogy vidámabb legyen az életem. Még egy dologról beszéljünk, művésznő. Volt egy időszak, ugye azt jól gondolom, amikor eltávolodtak a lányával. Ugye az interjú kapcsán. Igen. A lányom nem szerette a szakmámat. És valahogy ellenségesé vált, a válásomat se igazán tudta megbocsájtani akkor. És aztán sajnos az élet meggyötörte, és ő is elvált. De miért haragudott őre, hogy ott hagyta az édesapját, mármint hogy az ő apukáját? Hát nem tudtam vele élni, hát egy alkoholistával nem lehet élni. Mindent megpróbáltam, én végigcsináltunk egy elvonókurát, sok mindent. Ez hosszú történet, borzalmas, fájdalmas volt nekem, és akkor a lányom férhez ment Olaszországba, és akkor hát aztán jöttek az unokáim, és akkor az unokáim pótolták azt, az unokámtól, a lány unokámtól kaptam én azt a szeretetet, amit a lányomtól nem tudtam akkor. De ez mennyi ideig tartott, és ez a hűvös viszony? Nagyon szenvedtem, nagyon-nagyon, de már ez is elmúlt, hála jó Istennek, viszont az unokám meg olyan volt, mintha a lányom lett volna, mert imádta a szakmámat, jött velem mindenhova. Kívülről. Színházba hordja, ha jól tudom, ha itt kívülről van. Kívülről fújta a darabjaimat. És hát mai napig, most már 27 éves Giulia Gilardoni,
ő Angliában dolgozik, és már csak ritkán, hát ugye már élik a maguk élet. A fiúval nem is tudok beszélni, mert nem tud magyarul. Beszél magyarul, nem, azt csak úgy elnézem néha, ha látom, mintha a férjemet látnám. És akkor örül neki? És nem tudja. És csak én, mert most már azzal még annyit se találkozom. A lányom évente kétszer jön, 2-3 hétig itt marad, és hát vele megváltozott, meggyötörte az élet. Az első férjétől elvált, mert egy degenerált volt a férfi, a gyerekek apja sajnos, a második férje meghalt, és az nagyon megváltoztatta a lányomat, szóval, és akkor találkozott a lányom igazából velem itt, színésznőileg. 80 éves voltam, és csináltak nekem a színházban egy ünnepséget, és egyszerűen a lányom találkozott azzal, hogy ki vagyok én itt, mi vagyok én itt. Sokkolta. Jó értelemben. Ő nem gondolta, hogy ilyen jeles színésznő az édesanyja? Utálta a szakmámat, és mentünk az utcán, és ugye rám köszöntek idegen emberek, és én mosolyogva visszaköszöntem, és azt mondta, nem bírom elviselni, mindig mosolyogsz, mit mosolyogsz, egy idegen ember. Utána még Mohorán nekem csináltak egy nagy ünnepséget, ugyancsak a 80. születésnapomra, és oda eljöttek vadidegen emberek, és Tolnai Klárinak van ott a szülőháza, és ott. És akkor a lányom találkozott velem igazából. Az nagy pillanat lehetett azért. És akkor... Nem? Elment, mert az unokám pici 3-4 éves kora óta mindig hagyott itt nekem kis leveleket, mikor elvittem a reptére, hazajöttem, mindig megtaláltam ilyen dugi leveleket, és akkor a lányom hagyott itt egy levelet, és egy kis medált, egy ezüst medált, és a konyhaszekrénybe találtam meg azt, és drága mami, csodálatos ember vagy, és boldog vagy, hát hosszú nap. Szóval azóta megváltozott a kapcsolatunk, mert ő találkozott velem, azt szoktam mondani, hogy akkor találkoztunk igazából. Robi, mi van az öngyújtódra írva? Éj, neves? Éj, neves, szeles. Akkor maradjunk szerintem ebben, legyen ez jó. Ennek a beszélgetésnek az üzenete mindhármunk számára. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszi. Mi is köszönjük. Igen, köszönjük.